De a jobb oldala betörve, kinézetre is használhatatlan ez a Józsavárosban parkoló autó. Tulajdonosa régóta nem ment vele, ezt szállítatni mégsem lehet, mivel rendszám van rajta. Egy másik az érkerben, már viszonylag jó állapotban van, jól látszik, az eleje belóg az úttestre. Amellett, hogy az ilyen járművek más kocsik elől veszik el a parkolóhelyet, akadályozzák a teher- és kukás autó közlekedését, és még a környezetet is szennyezik. Üzemben tartóik szabályt szegnek azzal, hogy közterületen tárolják a nem használt kocsikat. A köznyelben csak roncsautónak hívott járművek két típusba sorolhatók, az szerint van rajtuk rendszámtábla. Tulajdonosaikkal szemben is máshogy kell fellépni. Amelyekkel nincs hatósági jelzés, ugye ezt jelenleg ugye a KRESZ szabályok alapján mondja ki, hogy ez a járművet nem lehet tárolni közterületen, illetve lehet tárolni, hogyha vált rá a tulajdonosa vagy a üzemeltetője közterületi szerződést, és ez egyszer lehet váltani a 15 napon keresztül. Utána, hogyha így tárolja kint, a közterületfelügyelet felszólítja a járműnek az üzemeltetőjét egy CV-n hagyott üzenettel, egy ilyen jegyzőkönyvszerűséggel, és ha ezt nem viszi el, akkor a közterületfelügyelet a járművet, hangsúlyozom, hogy helyi közoktató viszünk el egy járművet, fel, hogy közterületfelügyelet elviszi, telephelyen tárolja, akár 6 napon keresztül, és ha még ekkor sem jelentkezik ilyet a tulajdonos üzemeltető, akkor a járművet leadjuk bontónak is, kocsi elbontásra kerül. Így néz ki, amikor a platóra helyezik, és ott rögzítik az érintett kocsit, mielőtt elviszik. A szállítási és tárolási költségek is a tulajdonos terhelik, ami fél év esetén akár 250-300 ezer forintra is rúghat. A rendszámos autó akkor minősül roncsnak, ha lejárt a műszaki engedélye, és tulajdonosa nem kötött rá közterület bérleti szerződést, vagy sérült és állapota alapján nem vehetne részt közúti forgalomban. Ezek üzemeltartóival szemben helyszíni bírságot tudnak kiszabni, vagy eljárást kezdeményezhetnek, amely 200 ezer forintig büntethető. A roncsautókról rendszerint lakossági bejelentés alapján értesül a közterület felügyelet. Napi szinten kapunk ilyen bejelentést, hogy egy gépjármű adott helyszínen régebb óta parkol huzamosabban, és senki nem megy a kocsiért, nem mozdítja el. Nézzünk utána, hogy esetleg mi van a járművel. Hát ilyenkor általában az derül ki, hogy a járműnek nem a járban műszaki engedélye, de ugye a jelenlegi vízhelyzet szabályok miatt ezek a műszaki engedélyek mindig érvényesek, tehát ez ön is 30-áig minden ilyen engedély érvényes, tehát addig a jármű gyakorlatilag nem parkol a szabálytalanul közterületen, lehet nyugodtan neki kint parkolni a város területén, de mondom csak akkor, hogyha a jármű műszaki állapota megfelelő. A felszólításra általában reagálnak az érintett kocsik tulajdonosai, és elviszik azokat a közterületről. A roncsautók terén egyébként javuló tendencia figyelhető meg a megyeszékhelyen. 2020-ban még 25 felett, tavaly már 20 alatt volt az elszállított járművek száma, idén pedig eddig 3-nál járnak. Ha a rendszámmal rendelkező el nem szállítható, nem használt kocsik is eltűnnének az utakról, éves szinten 50-60 parkolóhelyet lehetne felszabadítani a városban.